Mert amikor júliusban felhívtak, hogy meg kell jelennem a polgármesteri hivatalba, és bejelentették ezt, nagyon-nagyon meglepődtem, és érdemtelennek tartom magam amiatt, mert úgy gondolom, hogy minden embernek kötelessége az, amit én magam teszek, illetve amit sokan teszünk a városba, az a helyi érzéke, helyi értékek megőrzése, gyarapítása, illetve segítése, az embertársaink segítése. Hetente egyszer egészen biztos, hogy itthon vagyok, de van, amikor többször sikerül, vagy vagyok kénytelen hazajönni. A szűkebb hazám Szekszárdújvároson belül egy nagyon-nagyon aktív városrész a Szekszárdújváros, aminek a Szekszárdújvárosi Római Katolikus Társas kör révén immár lassan 2 évtizede tagja vagyok, és itt próbálok megtevékenykedni, hogy azt a szellemi örökséget, amit 1990-ben az régi nagyöregek, gondolok itt Ferger János bácsira, Klézli János bácsira, Adamik Rózsika nénire, vagy akár a saját nagymamámra, Horváth Mihálynéra, azokat tovább vigyük, hiszen ők 1990-ben elkezdtek valamit, ami a háború előtt számukra teljesen természetes volt az 1900-as évek elején, hogy azt az egy szórakozási lehetőséget, amit az újvárosi városrész kínált számukra, azt tovább vigyék. Ők sajnos a 90-es években szinte mindnyájuk eltávoztak az élők sorából, a stafétabotot a szüleim generációja vette át, és megpróbáljuk őket magunk segíteni. Ennek eredménye az, hogy mostanra már eljutottunk odáig, hogy 3 generáció tagjai a társaskörnek. A 90-es évek végétől, a 2000-es évek közepétől meg már egészen aktívan elkezdtem tevékenyen részt venni. Gondolok itt e körben arra, hogy pályázatait én írom a társaskörnek, a mindenféle kisebb-nagyobb adminisztrációs kérdésekben megpróbálok eljárni, statisztikákat készítek, a meghívókat készítek, illetőleg a különféle sajtószervekkel folytatott kommunikációt magam folytatom a társaskör részéről. Amit nagyon szeretek, az, amikor konkrétan az emberek között lehetek és segíthetem az ő munkájukat, illetve az életüket. Tehát nagyon sokan a társaskör tagjai közül, illetőleg az újvárosi emberek közül is jönnek hozzám kisebb-nagyobb jogi ügyeikkel, hogy megoldást találjunk rá. Ha én nem tudok segíteni, hogy merre kellene elindulni, akkor biztosan tudok egy olyan irányt mutatni nekik, hogy kit kellene megkeresni, melyik szervhez kell, hogy forduljanak abban azért, annak érdekében, hogy megoldást találjanak a problémáikra, vagy legalábbis valamerre elinduljanak. A másik része, amit nagyon-nagyon szeretek, az a része a munkámnak, illetve még egyszer hangsúlyozom, ez nem munka, mert sokkal inkább egy kutatási tevékenység, amikor alkalmam nyílik arra, hogy a társaskör régmúlt történetét dolgozzam fel. De ez az önkéntes munka, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem munka. Én talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy tisztelgés a nagyszüleim, dédszüleim, illetőleg a régi újvárosiak előtt, a jelenkor tagjainak, a jelenkortársaknak a segítése, és egyfajta befektetés a jövőbe, hiszen minden szekszárdinak kötelessége az, hogy segítsük egymást, és megőrizzük a helyi értékeinket. Én szekszárdi vagyok, ide tartozom, itt kell segítenem.